Annak, aki nem ismerne, először is kezdeném egy olyannal, hogy felső kategóriás gyémántjátékos vagyok Zerg fajjal, Kuvasz néven, EU szerverem, és gyakorlatilag ennek a műsornak az lenne a lényege, meg az oka, hogy véleményem szerint két okból járnak emberek streamekre, néznek streameket. Az egyik, hogy szórakozzanak, a másik pedig, hogy tanuljanak. Én mindkettőt szoktam, külföldiekkel, magyarokkal egyaránt. És néha napján azért elhintek ilyen tudásmorzsákat. De játék közben nehéz, mert az eléggé a játék rovására megy azért. Úgyhogy, és hát legtöbbször ilyen zenés, 1v1-es témájú ez, úgyhogy a szórakozás része talán megvan, a tanulás része talán annyira nincs. Úgyhogy ebből kifolyólag kerítettem sort erre a műsorra. Na most nincsenek illúzióim, tudom, hogy a gyémánt az nem egy ilyen top akármi. De azzal is tisztában kell, hogy legyünk, hogy a legtöbb játékosok ilyen platina gold szinten vannak, és úgy gondolom, hogy azért vagyok egy olyan kisebbségben, hogy talán a hétköznapi dolgok, amik nekem, vagy akikkel találkozom ladderen, azoknak így ismert, vagy természetes, azoknak esetleg alsóbb ligákban nem. És a félreértés elkerülése véget, ez a műsor nem stratégiákra fog összpontosítani, hiszen azokat elolvashatjuk az interneten, ugye attól függően, hogy az ellenfelünk milyen faj. Ebben a műsorban szeretném minimalizálni a faj specifikusságot, hogy ilyen szép magyarosan fejezzem ki magam. Inkább olyanokat szeretnék megosztani, amik a mechanikai részével foglalkozik. Tehát nem stratégiai szempontból közelítem meg most a játékot, illetve döntéshozatal meg ilyenek, hanem inkább azok, amik nagyon apró dolgok, viszont ha beépítjük a játékunkba, akkor hát spórolhatunk. Azért nem tudom elkerülni ezt a szót, mert véleményem szerint az SC2 a spórolásról szól. Úgy értve, hogy ha valaki meg tudja csinálni 10 gomnyomással egy bizonyos feladatot, és a másik pedig 5-tel, akkor amíg a másik azt az 5 gomnyomást erre pazarolja, úgymond, addig ő foglalkozhat mással. Tehát, hogyha spórolunk, akkor időt spórolunk, figyelmet spórolunk. Egyébként a figyelem az egyik fő aspektus ennek a játéknak, hogy mennyire tudjuk megosztani a figyelmünket, viszont hogyha rövidebb idő alatt letudunk valamit, akkor foglalkozhatunk mással. És ezért gondolom, hogy ez a játék a spórolásról szól. És majd hát itt egy ilyen nagyon durva vázlatot ide felírtam magamnak. Megpróbálok így a spórolás szemszögéből rávilágítani ezekre a dolgokra. Úgyhogy kezdjünk is neki. Alapvetően a folyamata az lesz ennek a dolognak, hogy én most itt vagyok egy single player játékban, ezt elvileg végtelenségig le tudom állítani, tehát a pózolni. Egyedül vagyok a játékban. És ahogy a játék halad, tehát kezdem a munkások szétosztásával, és akkor haladunk a későbbi játék felé. De hangsúlyoznám, hogy a stratégiai elem az kisebbségben lesz. Tehát itt nem döntéshozatalról, nem egységkompozíciókról lesz szó, hanem inkább az apró kis részletekről. Majd szerintem, hogyha belekezdek, akkor még meglátjátok, hogy mire gondolok, mert most már kezdem ismételni magam, úgyhogy kezdjük is el. Ha minden igaz, akkor itt vagyunk, játékban. Mindenféle extrát kigyomláltam, ami amúgy szokott a csatornán lenni, hogy ne vonja el a figyelmünket. Igaz, hogy na mindegy. Igen. És akkor itt vagyunk. A pálya neve Entombed Valley. Ez csak egy véletlenszerűen választottam ezt a pályát. De bármilyen másik pályán is ezt meg lehetne ismételni.
Igen. Ja, egyébként ilyen rövid szüneteket fogok tartani, hogy a chatre kinézzek, azoktól elnézést kérek, akiket ez idegesít. Engem lehet, hogy idegesítenek. Alapvetően szeretném minimalizálni ezt az interaktív részét a műsornak, és inkább a végére szorítani a kérdéseket és az egyéb dolgokat. De persze nem lehet elkerülni, hogy teljesen egyirányú legyen ez a dolog. Úgyhogy akkor kezdjük is az első ponttal. A split. Ja, egyébként még azt elfelejtettem mondani, hogy alapvető angol tudás kell. Nem fogom magyarul kiejteni az egységeket. Aki igazából, aki ismeri a csatornát, az már így tudja, de aki új és esetleg az archívumból nézi vissza ezeket a videókat, egyébként archívumról jut eszembe egy másik gondolat, amit még majd ide akarok csatolni. Azoknak előre szólok, hogy azért alapvető angol tudás kell, illetve alapvető játékbeli kifejezések. Mint például drone split, vagy hát dolgozó split, szóval amikor szétbontjuk. Na és az archívumra vissza kapcsolva, valahogy így, az is az oka ennek a műsornak, hogy aki az archívumból nézi, néztem, hogy jó pár videó azért le lett játszva néhányszor. És ez a műsor abban próbál segíteni, hogy különösen akik archívumból nézik, és nincs meg ez az interaktivitás része a csettel, egyébként játék közben alapból nem igazán olvasom a csetet, vagy tudok reagálni a kérdésekre, úgyhogy élőben sem nagyon más ez, de az archívumban ugye még inkább olyan egyoldalú ez a dolog, hogyha nézik a videót, akkor lássák, hogy amikor kattingatok, akkor mi is történik, mert nem tudják megkérdezni, hogy mi az. Igazából lehet üzenni a csatornán keresztül, de nem hiszem, hogy bárki belemenne ennyi fáradtságba. Ez egy olyan, hogy ha egyből megtudja az ember, akkor nagyon hasznos, meg minden. De ha nem, akkor szemet huny felette, vagy nem tudom, átugrik rajta, és akkor megy tovább. Igen. Na, hát akkor most itt vagyunk, szerintem látni, egy kicsit szürke, igen, itt vagyunk kezdésnél, bal alsóban kezdünk, és itt van a 6 dolgozónk. Igazából szerintem el is indíthatom a játékot, hiszen ezt a játékidőzítőt itt a bal alsóban, ezt ne nagyon nézzük, ugye. Mondjuk annak csak stratégiai szempontból van jelentőség, és azt mondtam, hogy azt szeretném minimalizálni, de na mindegy, szóval annak nem lesz jelentősége. Tehát akkor az első pont, amit felírtam, az split és command order, egyszerűbb volt angolul felírni. Ez annyit tesz, hogy a leges legelején a prioritásaink milyen sorrendben legyenek. Illetve hát nem előírom, hogy így legyenek, nekem így vannak. És erre van egy vagy kettő vagy több okom. Ezeket igyekszem felsorakoztatni a megfelelő pontnál. Tehát itt vagyunk a játékban, és itt van a 6 dolgozónk, illetve az egy házunk. Ilyenkor azt lehet látni a legtöbb csatornán vagy játékosnál, hogy kijelölik a dolgozót, és elküldik bányászni, utána csinálnak egy, vagyis megfogják a lárvát, csinálnak egy dolgozót, és utána leválasztják az egyik felét a dolgozóknak. Én ezt úgy csinálom, hogy van egy olyan gomb, ezt gyorsan meg is mutatom, ha megtalálom. Itt is van globál. Igen, tehát mondjuk ezt annyira nem készítettem elő ezt a műsort, hogy itt fejből tudjam a dolgokat, de igyekszem minél hamarabb megtalálni a megfelelő dolgokat. Szerintem unit management. Itt van, idle worker. Ez annyit tesz, hogy tétlen dolgozó. Én ezt úgy oldottam meg, hogy numpad divide, az azt hiszem a 8-as felett van, a numerikus billentyűzeten, itt jobb oldalt. És ezt a... nem, ez nem az lesz. Numpad divide. Fogalmam sincs, hogy ez hol van, bevallom őszintén. Az a lényeg, hogy ez egy olyan billentyűzet gomb, amit én később az egér egyik gombjára tettem. Egyébként a csatorna leírásában lehet látni, hogy egy G400-assal megyek, aminek van néhány gombja itt ott, tehát a bal és a jobb gombon felül, illetve a görgő meg közép gombon felül. És én ezt rátettem egy gombra, de természetesen ez nem követelmény, lehet a billentyűzeten is ez a gomb. Ezt éppen azért csináltam, mert hogyha megnézzük itt az egeret, akkor a legtöbb embernek
mondjuk tegyük fel középen kezdődik a kurzor a játékban, és akkor kijelöli, és ennyi a split. Na most ugye ki kell jelölni a dolgozót, elküldeni őket, dolgozót csinál és leválasztani. Ehelyett én ezt úgy oldom meg egy gombbal, ezt most gyorsan megpróbálom visszaállítani, úgyhogy... ajjaj, kis technikai malőr. Ezt a dolgozót kiküldjük innen, mert ő most még nincsen játékban. Én ezt egész egyszerűen, hogyha végignyomjuk a tétlen dolgozókat, akkor látjuk, hogy végigmennek a kiválasztások. Viszont ha kontrollt nyomunk, akkor az összeset kiválasztja. Éppen ezért én ezt a mozdulatot, amikor kijelölöm az összes dolgozót, megsporolom egy olyannal, hogy kontroll tétlen dolgozó. Tehát ez a mozdulat helyett én az egér kurzorját a ásvány mező fölé teszem. Így. Hát nyilván körülbelülre, mert középen kezd a kurzor. És nyomok Ctrl tétlen, és ennyi a split. És ez már legalább egy mozdulattal kevesebb, és véleményem szerint ez azért fontos. Na most, ami még elő szokott fordulni, hogy előbb csinálnak dolgozót, és utána küldik szét a dolgozókat, ezt semmiféleképpen se. Azért kell előbb kiküldeni a dolgozókat, mert 6 dolgozó elkezd bányászni, és hiába jön a hetedik előbb, hogyha előbb indítjuk a hetediket, addig 6 dolgozó ott vár. Tehát gyakorlatilag a többséggel kéne foglalkozni. Mert az addig is elkezd dolgozni, és szednek. Nem tudom, ennek volt-e értelme, de valami ilyesmi a gondolatmenet. A másik fontos, ami most ebben a pötyögés sorozatban nem volt benne, az a legelső ház kiküldése. Hát vannak erre bizonyos elméletek, hogy ha jól tudom, Old World kollega mondja, hogy az ellenfél lehetséges második bázisa felé indítsuk el, tehát az ebben az esetben ez a bal felső lenne. Pillanat, csak a magyarázás könnyítése véget. Igen, tehát akkor az ez a bázis lenne, itt bejelöltem türkizzel. Tehát így küldenénk ki a legelső házat. Ügyetlen vagyok egy kicsit a kezemmel, úgyhogy elnézést. Viszont ennek nem tulajdonítanék túl nagy jelentőséget. Aminek van jelentősége, az az, hogy, és itt most már muszáj a stratégiai elemeket belevinni, illetve az ellenfél faját, az az, hogy a második bázisunkat, hogy ne blokkolják, a házat oda kell küldeni. Tehát a legelsőt mindenféleképpen, kivéve ZVZ-ben. És ezt nem is szeretném tovább firtatni, mert akkor nagyon belemegyünk a stratégiai dolgokba. Hoppá. A házat utoljára küldjük el, tehát a dolgozókat elindítjuk, dolgozócsinás, leválasztjuk a felét, és utána küldjük ki a házat. Következő pontja, gázra vitel. Na, igen. Csinálunk gyorsan egy gázt. Ügyeljünk arra értelemszerűen, hogy ne legyen ásvány a kezében, de erre nem mindig lehet, főleg későbbi játékokban akkor már nagyon... meg kell osztani a figyelmet, úgyhogy ez annyira nem fontos, viszont ami fontos, különösen több dolgozónál csináljunk még dolgozót, az, hogy ne ásványokkal együtt küldjük ki. A másik pedig, hogyha már itt 20 dolgozó van, most csak mondtam egy számot, közben csinálunk egy dolgozót, vagy mi az házat, mert nem lesz elég dolgozunk. Tehát most ugrálunk össze-vissza a kamerán, és kiválasztunk mondjuk 4 dolgozót, de lehet ez sokkal több is. És úgy kéne a gázra küldeni, hogy nem megnézzük, hogy most ez viszi vissza, meg ez, és akkor így megvan a 3. Ez nagyon sok idő. Ezt ne így csináljuk. Jelöljünk ki, amennyi éppen beleesik a dobozba. Leválasztunk Shift balkattal. Itt van 3. Nem tudom melyik 3, anélkül, hogy ránéznék a képre. Éppen bányászik, éppen viszi vissza. Itt látjuk a jobb alsóban szépen viszi vissza az ásványt, egyébként ez C betű, ha jól tudom, alapból ezt nem állítottam át. És amikor a gázra küldjük, akkor egyből utána nyomunk egy C-t. Ezt azért, hogyha esetleg ásványjal együtt indul el a gáz felé, akkor előbb hazavigye. Ez azért is jó, mert 2 dolgozónál valószínűleg nem lesz ásvány. Tehát 2 dolgozó egyből a gázra megy. És ha megnézzük majd,
akkor nem lesz sorban állás, így, hogy egy előbb hazaviszi. Hanem, mert ugye, ha nem nyomunk C-t, most ne nyomjunk C-t, kettő dolgozó vitt ásványt. Ezt lehetett látni. És volt sorban állás. Most vigyük őket vissza ásványra, gyorsan. Most kettő gáz volt náluk. Ebből kifolyólag, amikor kijelölünk sok dolgozót, ismét csinálunk még egy keveset, kijelölünk sok dolgozót, a negyedikre rávisszük a kurzort, és kattintunk ész nélkül. Itt most már hiába kattintunk, mert nem tudunk többet leválasztani. Megvan a három, rányomunk a gázra jobb gombbal, és egyből C. Gyorsan megvárom, míg viszi. Gáz, elindultak, és egyből C. És így ásvány nélkül mennek a gázra. Anélkül, hoppá, itt a dolgozók nem lettek kiküldve. Anélkül, hogy elpazarolnánk ásványt. És akkor nem kell azt nézni, hogy most ez vitte vissza, meg ez, és ki van jelölve a három, és küldöm gázra. Na, akkor ezzel is megvolnánk. Queen. Jó, hát azzal még nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert egy pult sem kezdtem még el. A Queen és az energia gazdálkodás elég fontos. Most, ha jól tudom, akkor a legutóbbi források szerint nem lesz olyan buff a Queen-en, hogy esetleg több energiája lenne. Tehát él az eddig jól bevált energiagazdálkodási módszer. Hát, ugye relatíve korán expelünk, most itt kizárjuk a stratégiát, amennyire csak tudjuk, meg a cheese-t, meg ilyeneket. Mindkettő főépületnél el kell kezdeni a Queen-t. Itt a main bázisban előbb, és a harmadikat egyből el kell kezdeni. És mivel kettő Queen plusz 8 lárvát ad, amit nem tudunk kihasználni olyan korán a játékban, ezért is mondtam, hogy az időzítőt ne nézzük, mert akkor kérdezhetnétek, hogy milyen korán, meg mit tudom én, egy normális játékban. Ezért vagy itt az első Queen, vagy amit elkészül, Creep Spreader kéne dedikálni, legalább az első 25 energiát. Javasolt a főépületben, tehát a főbázison elkészülő Queen-ét, hiszen az összeköti a két bázist. De természetesen mondjuk TVZ-ben, ha elindítjuk innen, akkor az azért annak is megvannak a hasznai. Tehát három Queen az legyen alap általában, és a Creep Spread az nagyon fontos. Ja, egyébként elindítunk egy Queen-t. Még az energiagazdálkodásról annyit, kicsit előre ugorva a játékban, ez nagyon-nagyon késő játékban. Zavarjon az, hogyha sok energiája van a Queen-nek, és az nem tart sem eddig sem. Valahol kimentek a pályára, C, Shift-tel felsorakoztatja, tehát sorakoztatjátok a C-t, és hazakülditek. Szabaduljatok meg az energiájától, mert az a creep később nagyon jól fog jönni. Na most a negyedik pontom, az egészen szó szerint idézve annyit tesz, hogy OV margin, spawning and positioning. Na most ezt úgy értem, megvan a Queen-ünk. Rendkedő értük itt. Annyit kell tudni, hogy legelőször 9-nél csinálunk házat. Egyébként a ház az ez a levegő, hogyha esetleg valaki nem tudta volna. Legalábbis az én definícióm szerint. 9-nél csináljuk. Egy bázisnál, egy Queen-nel, 4 supply-jal előbb kell csinálni legalább a házat. Ez nagyon fontos, hogy legalább. Hogyha kettő van, és kihasználjuk, nem, tehát az előbb mondtam ugye, hogy creep spread az elején, de hogyha mondjuk mindkettővel már megy az injection, akkor már 8-al előbb kell. Három bázisnál nem feltétlenül 12, mert ugye a makrónk az nem tökéletes, de egy 10-zel előbb mindenféleképpen, és későbbi játéknál már sok bázison 20-zel előtte, és a többi, és a többi. Na most, a spawning része, az alatt azt értem, hogy kijelöljük az összes lárvát, most van jó sok lárvánk, és az mondjuk több bázison is lehet. Én, ahogy szoktam, kezdem egy házzal, V, és mondjuk tegyük fel, hogy abban a fázisában vagyunk a játéknak, amikor még szaturálunk és gazdaságot alakítunk ki. Az nekem úgy néz neki, hogy ráfekszem egyszer a V-re, és utána a D-re. Jó, nincs elég ház, mindegy. Szóval tegyük, most képzeljük azt, hogy ez mind dolgozó volt, és a legelsőt, ami a ház volt, kijelöljük, és a térképen valahol
elhelyezzük. Most ezt látjátok, hogy ott délre helyeztem, és ő magától oda fog menni, el is indult. Fontos, fontos, hogy az ilyen termelési ciklusoknál, mert ciklusokra lehet bontani a zerg termelést. Az elején kezdjük a házzal. Ugyanis, hogyha nagyon ráfekszünk a dolgozókra, lehet, hogy elfogy a lárva, és már nem lesz hely házra, és akkor supply blockban leszünk. Ha viszont az elején csináljuk, most ismét megismételjük azt, amit az előbb csináltam. Ház és dolgozó, dolgozó. Így tudjuk pontosan, hogy a legelső a ház, és hogyha el akarjuk küldeni valahova a pályán, akkor a minimapen már kattinghatunk is. Az utolsó pontja, a negyedik pontnak, az a positioning. Azt könnyebb lesz nekem rajzolni. Értelemszerűen olyan pontokra kell helyezni, ahol információt szolgáltatnak, viszont nincsenek szárazföld fölött, ahol nagyon könnyen le lehet őket kapni. Ezen a specifikus pályán, ez Entombed Valley, de minden pályának vannak ilyen pontjai, csak meg kell találni. Például ez a pont. Itt berajzoltam. Itt átmehetnek. Ez gyakorlatilag egy ilyen kis járat, ahol esetleg elsúnyulhat az ellenfél serege. Úgyhogy nagyon fontos oda helyezni. Nagyon fontos ide is helyezni, ugyanis itt víz van, hogyha megnézzük, csak légiegységgel lehet leszedni. És hogyha mondjuk itt kezd az ellenfél, gyorsan ezt megjelölöm mondjuk pirossal, ha itt kezdődik az ellenfél, itt kezd az ellenfél, akkor innen fog droppolni. És ezt ezzel a házzal észrevesszük. Mondanom sem kell, hogy házakat ide is helyezünk, mert nagyon sok házunk lesz. Mert amikor itt felgyülemlik egy ilyen V alakban, szerintem ezt már mindenki látta a rally pointnál, amikor összegyűlnek a házak, az nem szolgáltat plusz információt. Tehát ide küldünk házakat, és hogyha esetleg tényleg itt kezdett az ellenfél, jobban-sóban, akkor a lehetséges expek felé. Ez lenne, ez. És ez. Nem valószínű, hogy ide a bal felsőbe expelne, de természetesen oda is küldhetünk, hogyha megvan hozzá a kellő figyelmünk, APM-ünk. Nagyon fontos, hogy a házakkal a creepet generáljuk, illetve hát így ömlesszük ki, hogy ne tudjanak automatikusan oda expelni. Ez egy ilyen kis apróság, ami késlelteti az expjüket, és figyelembe véve, hogyha mondjuk a jobb lent kezdenek, és ide akarnak expelni, ide jobb fentre, akkor mire odaér egy egység, hogy leszedje azt a házat, és mire eltűnik a creep, azért az eléggé hasznos, hogy ennyivel toljuk a plusz bevételüket. Na most, az ötödik pont az a parancsok felhalmozása. Ez nagyon fontos figyelem, tehát gomnyomás spórolásnál, amivel kezdtem. Legalapabb formája, amit nagyon sokan ismernek. Tumor elhelyezése. Kiadjuk az első parancsot, megnyomjuk a gombot, lenyomjuk a shiftet, és az összes többi bal gomb után, tehát bal gomb lenyomásakor sorba érkezik. Természetesen ezt lehet kombinálni olyannal, hogy mondjuk ide küldjük a Queen-t, és először köpjön, majd egy tumort lerak. És a zöld nyíl mutatja, hogy milyen útvonalon halad. Illetve, hogy mi a következő parancs. Letettem több hátsot a rendkedvéért, ha esetleg kéne nekem. Na, meg is van a ler. A másik, viszont amit nem szoktam látni, hogyha mondjuk itt van a bázis, az ellenfél bázisa közelében egy házunk, és be akarunk nézni, tegyük fel ezen az útvonalon. Így, berajzolom itt. Így. Kis nyilakat is rajzolok rá, hogy ez a menetirány. Hogyha ilyen irányban akarjuk, akkor ezt úgy tudjuk elérni, hogy overseer, minimap felé visszük a kurzort, és jobb gomb, itt még nem kell shift, mert egyből a bábból ki fog menni, és utána shift, jobb gomb, jobb gomb, jobb gomb, jobb gomb. És itt láthatjuk,
hogy sorra veszít. Most nem is fogjuk követni, de itt kattintottam a minimappen ezeket. És az fontos, hogy amint kijön a bábból, ő ezt elvégzi. Tehát mi addig itt tevékenykedhetünk. Nem kell azzal foglalkozni. Gyorsan csoportosítom a főépületeket. Ugyanez vonatkozik Changelingre. Tegyük fel. Felgyorsítjuk gyorsan a házunkat. Illetve Borrowed kifejlesztjük. Mert az még később fog kelleni. Tegyük fel, hogy itt akarunk scoutolni. Az ellenfél második bázisánál. És a Seer nagyon messze van. Most direkt kiküldtem őket a jobb felsőbe, illetve bal felsőbe. Közben csinálom itt a helyzét. Na, Seer-ökről nem feledkezünk meg, amíg ők ott útjukat teszik meg. Ellenben a gáztranszferhez párosul a dolgozó transfer is. Egy nagyon hasznos dolog, kijelöltük a dolgozókat, ráküldjük egy ásványmezőre, lefelezzük őket és egy másikra. És ezzel például spórolunk egy kis időt, hogy nem előbb ide mennek erre az egy szem ásványmezőre, és utána mennek tovább, hanem esetleg másikra. Értelemszerűen nagyobb transfereknél ez a gázmegoldás annyira nem kivitelezhető, amikor nagyon-nagyon-nagyon sok dolgozónk van. Tehát a játék későbbi szakaszában, hogyha a bukunk ásványt azért, mert gázra küldünk, az teljesen jó. Viszont visszatérve az Overseer témára, ide akarunk scoutolni. Kiküldjük ide az Overseer-t, nem, pontosabban ide, Shift, C, és visszaküldjük, ide kattintottam, itt lehet látni a jobb felsőben. És mi addig csináljuk a dolgunkat. Creepet. És ezt magától csinálja az Overseer, nem nyúlok hozzá. Így. És később, amikor itt elvégeztük a dolgunkat, látjuk, hogy itt egy kis zöld pont, kijelöljük és elküldjük scoutolni. Egyébként ez nem is a második bázis, hanem a mainje az ellenfélnek. A lényegen nem változtat. Az a lényeg, hogy amit fel lehet, tehát csoportba lehet, nem. Sorba lehet állítani parancs, azt nyugodtan állítsuk sorba. Ez alól kivétel, ha emlékezetem nem téved, a bebábozódások mind lingekre, mind minden egységre. Most ide kattintok a házzal, shift, nem, nem, az övöszi a bábozódás működik. Sorbaállítással. Ellenben a baneling, ha jól emlékszem, nem, de majd kiderül. Hoppá, most össze-vissza kattintok. Nem van. Tumorokat egyébként a sorbaállítás szellemében kijelöljük mind a hármat. C, shiftre ráfekszünk, és csak bal gombbal kell nyomni, és itt készül a három tumor. Nem kell külön kiválasztani, hogy most ezzel. Tehát ugye látunk néha olyat, hogy az még nincsen kész. Szóval látunk olyat, hogy kijelöli így, kijelöli így. Erre nincsen szükség, mert ezt is sorba lehet állítani. Na most, Baneling nestünk még nincsen, ellenben Burrow van. A másik, ami sorba állítható és nagyon hasznos, az ásás. Nem is kell feltenni, hogy ezek Baneling-ek. Ezek most tényleg Baneling-ek lesznek. Különösen TVZ-ben, amikor Baneling aknákat helyezek el, akkor kiküldöm a megfelelő helyre. Tegyük fel, hogy én azt gondolom, hogy itt fog eljönni. Kijelölök két Baneling-et, így Shift és R. Kijelölöm a másik Baneling-et, Shift, R. És én addig teszem a dolgomat, viszont most itt hagytam a kamerát, hogy lássuk, hogy teljesen maguktól csinálják. Nem kell olyan, hogy kiküldök ide kettőt, meg ide, mondjuk ezek Baneling-ek, és akkor így elásom őket, mert az egyszerre ásás azon jól néz ki. Nem, ilyenről nincsen szó. Maguktól elássák magukat, úgyhogy használjuk. Most ha jól emlékszem, akkor a Shift Baneling Morph, igen, az nem működik. Valamilyen okból kifolyólag, úgyhogy ezzel vigyázzunk. Olyat nem tudunk, hogy mondjuk ZVZ-ben elbújtatunk néhány linget a fák közé, vagy mondjuk itt akarunk felmenni, és itt a bokor mögött elbújtatnánk lingeket, és mondjuk jobb cut és Shift E,
mert nem fog megtörténni, ahol éppen van, ott kezd el Baneling-é formálódni. Tehát akkor a parancsok sorbaállítása Overseer, Borrow megvolt. Hatodik pont, csoportok. Link Bane. Ez zárójában. Azért azokon... Azért ez van példának felhozva, mert ZVZ-ben van egy nagyon jellegzetes eljárás, amit én szoktam csinálni. És nem tudom, hogy az világos-e mindenkinek. Én nullásra teszem a sereget, a tap fölött van. Ugye, ezt általában tudják az emberek, hogy kontrollal definiálunk egy csoportot, shifttel hozzáadunk. Tehát én most kontroll nulláztam. És csak kijelölöm a creepet, nullával visszamegyek, és így. Na most... nekem a Baneling az általában egyesen van. Most ezek az elásott Banelingek itt egyesen vannak, de természetesen, ha ezeket átformálom, nyomok Ctrl 1-et, és már ezek az egyesek. Ezek nincsenek benne az egyesben. Viszont, ezt vegyük figyelembe, hogy a nullásból még nem kerültek ki a Banelingek. Most még tojások, de később Banelingé alakulnak. Tehát ha én nyomok egy egyest, akkor az egyesnek adom a parancsot, Banelingeknek. Viszont ha nyomok egy nullát és egy jobb gombot, akkor az egész csoportnak. Éppen ezért szoktam azt csinálni, illetve ebben az esetben lehet azt csinálni, hogy itt vannak az egységek lent, nyomunk Ctrl-Shift, és az egyik Banelingre rákattintunk. A Shift az a kiveszi a csoportból, a Ctrl pedig... az összes fajtájára érvényesíti azt a parancsot, amit éppen kiadunk. Tehát jelen esetben a csoportból való kivételt. Mert hogyha nullát nyomunk és Shift Baneling, kivesz egy Banelinget. Kivesz kettőt, kivesz hármat, amennyit rákattintunk. Tehát ebben az esetben Ctrl Shift, Ctrl 0, 1-es, 0, külön mozog. Ami még nagyon fontos, hogy nagyon sokszor, amikor pörgősebbek a ZVZ-k, akkor egy csoportban vannak a Link Banelingek egy ideig. De legalábbis a Baneling tojások. És mivel én a Stefano-féle csoportosítást alkalmazom, ami annyiból áll, hogy itt van 10 lárva nekünk, miért csak 10? Ja, hogy a főépület nem volt be. Na mindegy, ezek most ilyen mellékes dolgok. Tehát itt van nekünk 21 lárvánk. És hát ott kezdődik, hogy ugye, hogyha kell supply, jelen esetben nem, de azt most nem nézzük, akkor mondjuk csinálok két házat, mert nagyon sok egységet fogok gyártani. Két ház, és utána újra nyomom a hatch csoportot, és újra a... illetve nem nyomom újra ezért. De, újra nyomom a hatch csoportot, és utána újra select, mert abban nem lesz benne a ház lárva. Na most, full linget fogok csinálni, shift 0, és ebben benne van Baneling, Ling, tojás. Na most ilyenkor azt szoktam csinálni a Banelingekkel, hogy Ctrl Shift, és kiveszem őket, és Ctrl 0. Így csak lingek, és készülőben lévő lingek vannak a nullás csoportban. Míg a Banelingek egyesen, de... mondjuk azt most nem definiáltam egyesre. Az a lényeg, hogy olyat, tehát azért kell a Banelingekre kattintani Ctrl-Shift-tel, mert még a tojások is azt akarjuk, hogy benne legyenek ebben a nullás csoportban. Tehát, hogyha még egy rakat linget csinálok, és nullára beteszem, most a tojások egyébként a tojások rally pontjai itt jelződnek fehér nyilakkal, hogyha full linkre kattintok, és Ctrl 0, akkor csak a készlingek lesznek csoportban. Ugye Banelingek egyesen, készlingek itt, ellenben a készülő lingek már nincsenek a csoportban. Itt bököm a nullát, és nincsenek a kijelölésben. És ide jönnek az utolsó megadott pontra. Éppen ezért kell egy vegyes csoportban, most ebben nincsen tojás, de gyorsan csinálunk. Ebben van tojás, ebből nagyon könnyen megállapíthatjuk, hogy fehér nyilak rohangálnak. Ezért kell a Banelingekre Ctrl Shift, balkat, és utána Ctrl 0. És így csak a lingeket és a készülőben lévő lingeket irányítjuk, illetve adjuk meg neki
a rally pontot. Ez ZVZ-ben elengedhetetlen, tehát nagyon fontos. A másik, ami nagyon fontos, hát mondjuk nekem itt most a Zérus tekem van, gyorsan leteszünk pár teket, hogy a különböző egységféléket külön csoportosítsuk. Természetesen, hogyha nincsen tapasztalatunk a csoportokkal, akkor nehezen fogjuk irányítani, viszont ha kialakítunk egy csoportrendszert, amit folyamatosan használunk, akkor olyan lesz tényleg, hogy mintha az ujjainkat mozgatnánk. Pontosan tudjuk, hogy melyik csoport micsoda. Oda se nézünk a billentyűzetre, hogy melyik gombot nyomjuk le. Tudjuk, hogy ha ezt a féle egységemet akarom mozgatni, illetve hát kijelölni, aztán utána azt csinálok el, amit akarok, akkor hova kell nyomnom a billentyűzeten? Nem nézem meg, hogy hol áll a bal kezem, nem nézem meg, hogy hanyason van az az egység, bár ki van írva itt szépen, de ezt akár ki is lehetne venni, és nem nézem meg, hogy hol van ez a szám, mert azért tudni illik, mondjuk nullától egy hétig azért illik tudni, hogy hol vannak a számok. A példának okáért csinálok néhány infest, meg hogy hívják ott, és én ezt a kettesre szoktam rakni. Aki mondjuk rendszeresen néz, az tudja már ezt. Valahogy az elképzelésem az, hogy ötös az összes főépület, hatos az összes Evil Chamber, ami most nincsen, mert ez egy nagyon különleges játék, és nem tekkelünk. Tehát 5-ös, 6-os épületek, a 4-es az már egység, de azért látjuk a különbséget, hogy ez nem éppen egy olyan egység, amit nagyon aktívan fogunk használni. 3-astól 2-1-0 azok a legesleg aktívabb egységek. A 3-ast én általában a Harassment, illetve a Mutilisk-ra használom, 2-es az Infesta, 1-es a Baneling. Nem, mellé nyomtam, oké. Most az Infesta volt abban. És a nullán vannak azok az egységek, amiket nem kell annyira mikrózni, mint például Ling, Roach. Ezt a nem kell annyira mikrózni, ezt úgy kell érteni, hogy csatában ki lehet dobozolgatni őket, és megkerülni force fieldeket, és a többi. Még én Festival azért igenis kell mikrózni, távol menni, fangó, infestetszerűen. Illetve hát a Mutilisk természetesen. Tehát a 3-as csoport az nekem el van különítve egy arra, hogy akár minimapről is tudjam kezelni. Tehát nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy csoportrendszert, és azt újra és újra használjuk, ne változtatgassunk rajta, és így felgyorsul a játékunk, hogy nem kell megnézni, hogy melyik csoportban mi van. Nekem az injection módom, erről már volt néha szó, hát ugye most szanaszét vannak a queenek, de majd élő játékban ezt azért láthatjátok. Ez nekem úgy néz ki, egyébként ez kicsit átfolyik a 7. pontra, ami a hotkey, illetve location hotkey, ezt majd megmondom, hogy mi az. Nekem F1-től F8-ig vannak location hotkeyek. Most az egyszerűség kedvéért bejelölöm őket, ezt majd amikor a következő pontra ugrunk, akkor majd megmutatom, hogy ez hogyan is működik. Nekem az injection ugye 3 queen egy csoporton, és V balkat, és utána ugrok a többi hátsra. Ez rendkívül gyors, és vetekszik a backspace eljárásmóddal, hogyha valakit érdekel, akkor az utána olvashat az interneten. Ez gyakorlatilag annyiból áll, hogy megnyomom egyszer a queen csoportot, mondjuk itt vagyok a pályán, megnyomom egyszer. Azért nem kétszer, mert ha kétszer nyomom meg, akkor a legközelebbi queenre visz. És az teljesen felborítja a rendszert. Mert most ez a 3. bázison lévő queen. Tehát én most itt vagyok, megnyomom egyszer a queen csoportot, F1 főbázis, V-kat, F2 V-kat, F3 V-kat. Illetve ennek egy variációja, hogyha a makro hatch az itt van, és itt van két queen, ugye a 3-ról elhozzuk, és ide, és akkor ez csak úgy néz ki, hogy F1 V-kat, F2 V-kat, V-kat. És a legközelebbi queen hajtja végre természetesen. És amikor ugye a késői játékban sok az energiánk, akkor egy ilyen mozdulattal ez 2 másodperc, megszabadulunk az energiától, és útjára indít a creepet, ez azért elég fontos.
Tehát nekem négyesen van a Queen. Azért is tartom egy csoportban, hogyha mondjuk Void Ray vagy Banshee harassment jön, akkor könnyű mikrózni velük. Na most itt vagyunk. Itt van három szem Queen. És hogyha valamelyik megsérül, itt megyünk, akkor nem kell megnéznem, hogy ennek a bal oldalinak van energiája, vagy ennek a jobb oldalinak, hanem egyből. Hoppá! Elkéstem a Transfusion-nal. Na mindegy, az enyek, hogy csak nyomok egy T-t, és hát így most már csak egy Queen van értelemszerűen, úgyhogy nagyon követhető, hogy melyik lesz. Viszont ha egy csoporton vagyunk, akkor a Transfusion nagyon könnyű lesz. És könnyű mikrózni velük. Hiszen, hogyha jön egy légi egység, akkor azt akarom, hogy mindkettő ugyanazt támadja, mert úgy gyorsabban megy le az élete. Egyébként még a csoportokról, illetve nem, hát ez hotkey része, tehát igazából az utolsó menüpontra áttérünk, ami a hotkey. Itt a jobb alsóban láthatjátok, hogy én miket használok. Ezeknek az a szempont az ilyen kialakításánál, hogy kényelmes legyen, és egyértelmű. Én például hára tettem a Lair-t, illetve a Hive-ot is, itt megnézhetjük a Lair-t. Mert a tekelést én a H-val kötöm össze. Mert az nincsen útban, nem nyomom meg véletlenül, és a többi, és a többi. Például a Link Speed nekem E. Mert minden, ami a Zerglinggel kapcsolatos, az E. Vagyis hát a legtöbb dolog. Ezt majd meglátjuk a kivételeket. Itt, hogyha rámegyünk a lárvákra, E a Zergling. E a Zergling Speed. És itt van Evil Chamber. E a támadás fejlesztése. Tehát minden, ami Zergling. Természetesen ez az ultrára is vonatkozik, de alapvetően így könnyebb asszociálni. Na most, hogyha spórát akarok építeni, B, A. Légvédelem. A, missile upgrade. Tehát én az A-t a messzi, tehát a távoli támadással, légvédelemmel, ilyesmivel kötöm össze. Míg a C a védelem. Tehát, mint páncél. Megnézzük a Spire-t. A. Hiszen... tehát lövedékeket lőnek a légiegységek, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ezért A. A páncélzatuk C. Természetesen. Road Speed. Hát az kivétel igazából. Volt egy idő, amikor ezzel kísérleteztem. G és T valahogy rám ragadt, úgyhogy ezekhez nem igazán nyúltam hozzá. Ez az A, itt a spawning poolban, ez szigorúan, tehát ennek nincs köze a légvédelemhez, vagy ilyesmi, ez szigorúan és egészen egyszerűen A, mint attack. Támadást fejlesztés lingekre. Gyorsan kifejlesztjük a Hive-ot, hogy lássuk a későbbi tech épületeket is. Én Festenál azt hiszem G volt az energia. Vagy F, nem tudom. Bocsánat csak már. Na, száradt a torkom. És E, hiszen az egységen is, rámegyünk az Infestorra, kétszer megnyomjuk a csoportot. E a Neuroparasite. Ugye egyébként ezt már mindenki látta a streamen is, hogy mondjuk ide megy, és Infested Terranokat így. Tehát igazából ez a parancs felsorakoztatás, ez nem egy nagyon új dolog, viszont nagyon-nagyon ritkán látni Overseer egységeken, illetve Borrowed Bane-eken. Úgyhogy érdemes ezt megjegyezni, hogy a Borrowed-ra is működik. És ezzel például, amíg ő itt tumorozik, addig mi máshol foglalkozunk, gázra teszünk dolgozót, és mire visszamegyünk, jé, készen vannak a tumorok, és mehet a helyére, vagy akár mit csinál. Közben elkészült a Hive, úgyhogy nézzünk szét, hogy milyen tekre tettünk szert. Na, leertek egyébként, nem fejeztem be. Y, mint Hydra.
Den. Ha rámegyünk a lárvákra, nekem a hidra Y-on van. Egész egyszerűen azért, mert a nevében van Y. Tehát én igyekszem azért a betűket úgy hagyni, hogy legyen benne. Tehát benne legyen, így könnyebb összekötni. Például az Ultra nekem A, és ismét nem a légvédelemhez vagy a lövedékhez van köze, hanem egyszerűen Ultra. És így könnyebb asszociálni. Egyébként mindenki másképp működik, vagy hogy mondjam, tehát olyat is lehet, hogy mit tudom én, az Ultra egy nagy állat, és mondjuk az O betű az egy nagy betű, és akkor az O-ra rakom, ami éppen a legkényelmesebb. Megnézzük a Hydrodent, A, mint lövedék, fejlesztés, jelen esetben range. Tehát minden, ami, mint mondtam, lövedék és fejlesztés, tehát ez fontos, tehát nem egység. Triálás, persze ez kivétel, az a Mineral Glands. Azok általában lövedékek. Kivétel Ultra, és Adrenal Glands. Great Aspire, G, igazából ezzel is lehetne, erre is lehetne például egy H-t beállítani, mint ahogy itt a főépületen, H mint fejlődés, továbbfejlesztés. Láttam például olyan hotkey kiosztást valakinél, hogy neki minden fejlődés E volt. Tehát neki E volt a Baneling, E volt a Lair Hive fejlesztés, E volt a Great Aspire. Tehát minden, ami abból, tehát a kijelölt dolgot fejleszti tovább, úgy mondjam. Megérkezett az Ultra Cavern, C, mint védelem. Ugye itt már mutattam, az Evil Chamber van. Itt is C. Mert a védelemmel van összekötve ez a betű. Megérkeztek a Corruptorok, B mint Broodlord, igazából ezen annyira változtattam. Viszont amit teljesen elfelejtettem mondani, hogy mennyire fontos, hogy közel legyenek a gombok, a Patrol. Én azt Q-ra tettem, ugyanis az alapból P. Viszont akkor el kell mozdítsuk a bal kezünket. Ebből a QWERT és az annak megfelelő rombusz mezőből. Ezért az A meg a Q nagyon kényelmesen egymás mellett vannak. És például hozzátenném, amikor nyitok P vagy T ellen, és ezt a natural bázist meg akarom védeni, tehát most tegyük fel, hogy itt születtem a játék elején, és itt van a házam. Meg is jelölöm, F1, F2, és F3. És hogyha megnyomom a gombokat, akkor odaugrik egyből. Tehát most itt vagyunk F1-nél, és én úgy kezdek, hogy split, mint ahogy már említettem, F2, jobb gomb, Q, shift, és bal gomb. És most idejön, és elkezdi patrolozni. Ez azért van, hogy cannon rush, így látja a rámpát is, hogyha esetleg falazni szeretne. Természetesen, hogyha overload látja, és nincs ott egy dolgozó, ami meggátolná ezt a blokkolást, akkor már kb. Vége a játéknak. De én azért szeretem ilyen. Tehát így azért belát elég sok mindent. És tehát nagyon korán a játékban már jelentősége van ennek a parancs sorbaállításnak. Na most Broodlordnál működik-e a parancs sorbaállítás? Kipróbáljuk. Ja, hogy nincsen még Great Aspire. Oké, jó, hogy odafigyelek. Akkor viszont a másik dolog, amit akartam... Ja igen! Tétlen dolgozó, 19 darab a bal lent. Nem összevadásszuk, hogy melyik bázisokon vannak. Ugyanis ha megnyomunk egy tétlen dolgozó gombot, akkor kijelöl egyet. És ahhoz hasonlóan, mint játék kezdésnél, Ctrl, és ki van jelölve, mint az összes tétlen dolgozó. És én azért használom a location hotkey-eket, amikre még nem tértem ki úgy különösebben. Mert könnyen tudok ugrani bázisokra. És például, ha én ezt a bázist akarom szaturálni, vagy hát oda akarok transferálni, akkor ez ugye előzőleg be van jelölve csoportba, megnyomom a megfelelő F gombot, Ctrl Idle Worker, és már küldöm is őket bányászni a legtávolabbi helyekre. Most amíg készül a Great Aspire,
Addig gyorsan akkor újra átjelölöm őket. Ez lesz mondjuk a negyedik bázis, ez az ötödik. És mondjuk ez a hatodik. És így tudunk ugrálni bázisok között. Ezek alapból nem így vannak, ezt hogyha benne megyünk a hotkeybe, globál és talán UI, nem? Camera. Így van, create location 1. Alapból a tétlen dolgozó az F1, de én azt ugye áttettem valahova máshova, és nekem F1-től F8-ig vannak a helyek. Shift-tel jelölöm meg, és hogyha az F gombot megnyomom, akkor automatikusan odaugrik a játék. Tehát, tegyük fel, hogy itt lesz 4 tétlen dolgozó. Itt már csináltam is 4 tétlen dolgozót. Mert most mondjuk elfogyott az ásvány. Akkor akár rá is nézhetek a minimapre, vagy ha tudom fejből, hogy melyik bázisomat foglaltam el legkésőbb, és ebből kifolyólag a legkevésbé van szaturálva, teszem azt, legyen az az ötödik bázis. Képzeljük oda, hogy mondjuk itt van egy hatchery. Akkor már is odaugrottam az F5-re, tehát az ötödik bázisra, és ki van jelölve az a 4 dolgozó, amit ide akarok tenni. Tehát, hogyha a kurzor, ha megnézzük a kurzor mozgását, mondjuk induljunk ki abból, hogy középen van, mert nem tudom, mert az van legközelebb, így a 4 sarokhoz, vagy valami esztétikai bullshit-et találjunk most ki erre, és nincs kijelölve. Nekem, itt van középen a kurzor, nekem annyiból áll, hogy Ctrl, tétlen dolgozó, F5, és már csak ennyit kell mozdítanom. És mennek bányászni. És hogyha ez nem 4 dolgozó, hanem 24, akkor értelemszerűen már látjuk is, hogy miért olyan hasznos ez a Ctrl, tétlen dolgozó. Mert hogyha itt vannak tétlen dolgozók, meg itt vannak, meg emit vannak, akkor nem kell összehajkurászni őket, hanem Ctrl, tétlen dolgozó, és már küldjük is bányászni. Na most részletesebben a location hotkey-eket befejeztük? Azt hiszem befejeztük. Természetesen igény szerint lehet például rámpát is megjelölni. Tehát ezt nem csak bázis megjelölésre lehet használni, hanem fontos helyek. Például az ellenfél rámpája. Mondjuk, hogyha innen bányászunk, akkor ez nem lehet az ellenfél rámpája. Legyen ez az ellenfél rámpája. Ezt is beállíthatjuk például F8-nak. És akkor ugrunk a bázisok között, és aztán megnézzük, hogy itt mi van. És nem vittem a kurzort a minimapre. A leggyorsabb és leghatékonyabb módja a pályán való ugrálásnak. A második helyen természetesen a kurzorral való pályaugrálás van, de a location hotkey-t egyszerűen nem lehet pótolni. Előnye a következő bázis gomb bal szemben, ha jól tudom, az a backspace. Az, hogy legalábbis számomra random módon jelöli ki. Tehát mondjuk így van, tehát az előzőhöz képest a következőt jelöli ki. Tegyük fel, hogy itt injectoztunk utoljára. Ez a harmadik bázis és a negyedik hatchery. Elmegyünk a dolgunkra, mikrózunk, akármit, csinálunk sereget, és mennénk vissza injectozni, nyomok egy utolsó bázist, és ide visz vissza. Holott nekünk oda kéne visszajutnunk, ahol kezdtük az injekciót, ami általában azért a főbázis. Tehát a legtöbb ember úgy injectozik, hogy a bázisok sorrendjének megfelelően, és én is egyébként úgy szoktam, hogy F1, F2, és akkor... Tehát a következő bázis az túl random ahhoz, hogy precízen injectozzunk, viszont egy elhúzódó játékban nincs időnk itt most megnézni, hogy itt most van injection, itt most van, akkor mit keresek itt? Akkor átmegyek egy másik bázisra. Ennyiről van szó, hogy hatékonyság. És mint az elején is mondtam, spórolás. Tehát, hogyha meg tudjuk spórolni azt a 10 másodpercet, hogy levadásszuk azt a hatcheryt, ami még nincsen beköpve, és ehelyett egyből arra ugrunk, ami nincsen beköpve, akkor abban a 10 másodpercben, vagy mondjuk 8 másodpercben, mert 2 másodperc, mire ténylegesen köpünk, addig tudunk mással foglalkozni. Na, itt a még egy keveskét, nézzünk egyébként. Bailing speed, a C,
Igen, ez most teljesen ellentmond annak, hogy ez a páncél asszociációja is. Azt hiszem ez alapból, mint centrifugal hooks, és C-vel kezdődik. Ezt így jegyeztem meg, tehát mindenki nyilván olyanra teszi, amit könnyű megjegyezni. Nekem eleinte könnyű volt megjegyezni, úgyhogy páncélhoz asszociáltam, és a többi, és a többi. Hát igazából a nagyon nyers vázlatom végére értünk. Én ilyen alapdolgokról akartam beszélni, és legfőképpen ez a, mikor zergling, tojás és beinling van a csoportban, ez nagyon fontos, hogy ezt ne tévesszük el, mert az EVZ-ben a legkisebb hiba is fatális lehet. Én igazából ezekről akartam beszélni, még talán annyit említenék meg, hogy amikor... Hoppá. Amikor creep van ilyen egy csoportban, akkor ne mondjuk egyenesen, ezt könnyebb mondjuk rajzolni, tehát ne mondjuk így terjesszük, meg így, meg mondjuk így, meg így terjesszük, hanem, mert akkor például ezen a köztes helyen itt például nem fogjuk látni, tehát mondjuk, hogyha így néz ki a creep, egy ilyen ívben, ez így sokkal szebb, pláne hogyha ilyen türkiz lenne a creep, akkor még szebb lenne. Mint hogyha csak egyenes vonalak, így a 12, kis mini órát rajzolunk a pályára, nem, az nem segít. Tehát ez úgy néz neki játékban, hogy itt van egy sorban creep, és ugye mint mondtam C és Shift-re ráfekszünk. És általában a tumorok úgy terjednek, hogy a legközelebbi, a célhoz legközelebbi tumor használja el töltetét. Vagy valahogy így fogalmaz. Tehát C, és nyomok egyet, és itt ez a bal fenti használta el. És most C, Shift, és a széleire tegyük. És bírni fogja, mert minél messzebb megyünk, tehát ezt a legföntit például ez valószínűleg ez lőtt el, mert ez volt legközelebb. Ezt már valószínűleg ez. Tehát relatíve hatékonyan működik ez a creep, viszont az nagyon nem hatékony, hogyha végig egy csoportba tesszük, mint itt például. És hogyha mondjuk a pálya közepéig elmegyünk így egy csoportba, az végképp nagyon-nagyon nem tudom ajánlani. Miről akartam még itt említést? Ja igen, a broodload, hogy működik-e a sorba állított. Ennél működik. A Baningnél nem működik. Érdekes. Érdekes, akkor Broodlordnál működik ez, hogy sorba állítva. Mutáljuk, szépen szólva. Én talán az egyszerűbb megjegyezhetőség véget... Hát mondjuk én az Overseer-t használom nagyon gyakran, hogy mondjuk mire ideér, akkor álljon meg és legyen belőle Overseer, vagyis hát a házból. De a Banelingnél és a Broodlordnál nem szoktam olyat, hogy előbb kiküldöm és utána alakuljon át, mert... Nem most akkor Banelingnél működik, vagy Broodlordnál? Ez... A late game az túl kaotikus ahhoz, hogy most ilyeneken filozofáljunk. Úgyhogy... Végeredményben azt hiszem ennyit akartam. Talán. Most így explit a chat előtt volt, úgyhogy én nem láttam egy szót sem. Úgyhogy ha esetleg valami nem volt világos, akkor most lekicsinyítem. És szerintem megnézem gyorsan még egyszer a jegyzetemet. Valami ilyesmit akartam kihozni. És még ami nagyon fontos, erre nagy hangsúlyt kell fektetni, attól még, hogy jó hotkey kiosztásunk van, mert Stefano is ezt használja, vagy mert nem tudom, Naniwa ezt használja, attól még mi nem leszünk jobbak. Nekünk be kell gyakorolni azt a hotkey kiosztást, és úgy kell használni, mint tényleg, mint mikor az ujjainkat mozgatjuk. Gondolkodás nélkül tudjuk, hogy ez ezt csinálja, az amazt. Ha nem változtatunk rajta hosszú ideig, és használjuk, és kiíratjuk, egyébként ez nagyon fontos, ezt páran kérdezték már, úgyhogy ezt gyorsan még itt megemlíteném, hol is van?
kiíratni a gombokat. Itt is van. Hát először is a csoportokat, amik itt vannak fent, ezeket én azt javaslom, hogy unclickable-ra tegyük. Mert például, ha jobb gombbal kattintunk egy csoportra, és rá lehet kattintani, akkor abba a csoportba teszi. Mert pedig, ha mikrózunk is jobb gombot, és félre kattintunk, akkor teljesen felkavarhatja az egészet. Így, hogy kim van, és nem lehet rá kattintani, így látjuk is, hogy mi van benne, és nem is szúrhatjuk el. Viszont... nem itt van. De, itt van. Display Command Hotkey Text. Ez a jobb alsóban lévő gombokra vonatkozik. Hogy kim van-e. Most kiszedem a pipát, és eltűntek. Berakom, és ott van bal fent. Minibe. Ami még fontos lehet, az itt van? Igen. Show Flyer Helper. None Selected Always. Always-nál, tehát most Selected van, Always-nál ki van jelölve a link. És még így is látjuk ezt a kis zöld műtyürkét. Nem tudom, hogy mennyire látszik streamen, illetve itt is a sok műtánál. Hogyha mondjuk ellenfél nagyon, tehát északról támad, és mi, nekünk, mi a képernyő közepére összpontosítunk, és értelemszerűen nem látjuk az egységet, mert repül és feljebb van, de ettől a zöld kis pöttyöket láthatjuk, és esetleg fangolt oda lehet célozni, tehát igazából ezeknek az a lényege, hogy... A Stormot, illetve Fangolt oda kell célozni. Én valamilyen nem szeretem, hogy állandóan mutatva van, nekem elég, hogy a Selected, mert így szoktam meg, de természetesen ízlés kérdése. Úgyhogy... ja, most kinézek chatre, hogy hát ha van valami. Kérdés, illetve hogyha van, akkor azt kérem ismételjétek meg, mert én most nem futnék át az éken. Itt a megjegyzéseken. Igen, creep szélére tumor. Hát... persze ezek nagyon prototípikus útmutatások, és azért late game-ben történnek olyan szabályáthágások. Hát nem szabályáthágások, de olyan buta dolgok, és fel sem tűnik az embereknek, úgyhogy... ja. Összes nem dolgozó az control és tétlen dolgozó, amit természetesen áttehetsz másra. Nekem a bal gomb mellett van egy ilyen kis, nem tudom milyen nevű gomb. Úgyhogy ez a legkényelmesebb. Ja igen, ez ilyen... áttekintés volt alacsonyabb ligásoknak. Archivumban elejétől meg lehet nézni, meg van egy ilyen kis bevezető, hogy a félreértések elkerülése véget, nem egy ilyen kis beképzelt majom vagyok. Ezt is, erre is kitértem játék előtt, hogy mi a neve. Ez úgy néz ki, hogy Hotkeys, Global és UI. Hazudok. Unit Management-nak a második pontja, Idle Worker. Ezt úgy hívják. Na, én csak ennyit akartam igazából. Azért, hogy valami hasznos referencianyag is legyen, és ne csak szentségelés, meg elektromos zene, meg kapkodás. Úgyhogy... én ezzel zárom is. Lehet, hogy később még visszajövök némi játékkal, meg mit tudom én, de ezt így le akartam tudni, mert... ezt így most elhatároztam, hogy egy ilyen is lesz a csatornámon. Mert miért ne?
Úgyhogy ha valaki lemaradt valamiről, vagy újra nézni, akkor az archívumban van, megtalálja. El lesz mentve, úgyhogy nem fog eltűnni. Egy héttel később. Úgyhogy ennyi volt, kösz, hogy figyeltetek, remélem. Hallottatok néhány hasznos dolgot.